PM vagyunk a parókia előtti területen. Ez egy gyönyörű szép tere a településnek, hiszen több olyan neves épület itt van, akár a templomot tudnám említeni, akár a parókiát, nem messze tőlünk van a ö, törőség vaninak a szülőháza. Itt van mellettünk ez a gyönyörű játszótér. Egy szóval csupa olyan szép dolga vagyunk körbevéve ezen a szép tavaszi napon, ami a pélyeknek szívük csüske és nagy örömük. Térségünkben sok településen növekszik a születések aránya, így van ez pélyen is, ahol az óvodát bővíteni tervezik. A részletekről és a külső festésről Szabó Zsort országgyűlési képviselő egyeztetett Rapp Péterné intézményvezetővel és Bakondi Péter polgármesterrel. Az iskolában az épület teljes szigetelése, nyilászárok cseréje lesz aktuális, a képviselő Miklós Nétas Jedit intézményvezetővel beszélt át a fejlesztési lehetőségek. A családoknak pedig egy mini bölcsőde létesítésével szeretnének kedvezni. Egy gyógyszertárként funkcionáló régi kúriát terveznek felújítani, és benne bölcsödét kialakítani. Szabó Zsolt a képviselőtestülettel, intézményvezetőkkel tekintette meg a korszerűsítés előtt álló épületet. Beadta a település a bölcsödé pályázatát, a gyógyszertár épületébe szeretnék kialakítani. Ez egy régi kulákház, egy régi kúriaszerű épület, amit meg tudunk így menteni az utókornak, és egyben a pici babák azok ö, tudnak használni, és ö, tudnak benne biztonsággal napközben lenni, hiszen nem a szülők el tudnak menni dolgozni. A településen történt fejlesztés, a község szívében pedig sportpark létesült. A Kondi Park mellett kap helyet a köztéri játszótér. Megújult a polgármesteri hivatal, korszerű az egészségház és megszépült a parókia épülete is. Továbbá jól járhatóvá tették a dobó és a jókai utat. Nagyon sok minden épült és készült pélyen, és ez a jövőt illetően is így lesz. Cél az még, hogy a csatornádás legyen a kormánya jogi hátteret ehhez megteremtette. A település majd eldönti, hogy mennyire szeretné ezt. Van munka is a faluba, például itt van egy vágóhíd, ott is sokan dolgoznak, de nagyon sokan eljárnak innen például a járságba, vagy Heves felé is. A térség is fejlődik, P is fejlődik, és ezt szeretnénk tovább vinni, tovább építeni, hogy minél szélesebb körül legyen. Amit a faluban élők szeretnének, amit a képviselőtestület, polgármester úr szeretne, azokat a dolgokat, ügyeket támogatom, és igyekszem minél inkább fölfelé építeni pét. A képviselő a civil szervezetek vezetőivel és a képviselőtestülettel is átbeszélte a jövőt érintő elképzeléseket.